Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi filmsorozat. Egy piti kis zsebes című epizódját. Pénzem! Az erszényem! Ott az az ember, ő a tolvaj! Egy ideje már figyelem! Hé, várjon csak! Mit akar tőlem? Az előbb egy tárca volt a kezében. Persze, hogy volt, hiszen én vettem fel. A földön találtam, ott hevert. A maga tárcája? Igen, az enyém. Tudom én, hogy mit csináltál. Meglöpted a hölgyet és kiloptad az erszényit a kosárból, igaz? Találta, még hogy találta. Rendőrt kéne hívni. Elment a józan esze rendőrt, hiszen találtam. Mit ugrál? Láthatja, hogy visszaadom a tárcát. Tessék! Legközelebb jobban vigyázol rá. Én megmondtam, hogy rossz van, Sántikál. Segíthetek? Szívesen segítek. Adja csak ide. Szükségem segítségre. Elvigyel már a bőröndöm. Mi a gond? Látom, hogy a hölgy cipeli a dög nehéz bőröndöket. Erre megkérdeztem, segíthetek-e. Azt mondta nem, és tovább akart menni. Mi a rossz ebben? Tűnj el innen. Gyerünk. Segíthetek? Mit akarsz itt? Hagyd azt a bőröndöt. Mi a baj? Mit kiabál? Csak segíteni akartam. Persze, aztán meglépsz a bőröndel. Jó trükk. Kapj le! Na? Hogy ment ma? Mi van, mit akarsz? Csak kíváncsi vagyok, hogy volt-e kapás? Nem, nem jött össze semmi. Megmondjam, miért nem jön össze semmi. Na, halljuk. Mert egy kis senki vagy. Jó, hát akkor az vagyok. Te talán nagy menő vagy. Nem. De régen az voltam. Táskákkal egyáltalán nem törődtem. A zsebest ugyanis egyből kiszúrják. Aztán lőttek a vastag Brifkónak, érted? Tehetsz nekem egy szívességet? Na jó. Azért, ha elfogy a söröd, gyere át nyugodtan. Hozz egy széket. Szóval miért vagyok én egy kis senki? Pontosan azt csinálom, ami tetszik. Szeretem a tárcákat. Szinte mágnesként vonzanak. Te miben utaztál? Betörés. Feltűnt már, micsoda környék ez? Körös körül világ. Egyik szebb, mint a másik. Gyönyörű házak. És néhány üresen áll. A lakók elutaztak. És még valami. A legizgalmasabb, hogy hogyan jutsz be. Bejutni. Az a legnehezebb. Minden lépést mérlegelned kell, egyszerűen nem hibázhatsz. Soha nem hibáztál? Ajaj, de még mekkorát? 8 éven bekerült, aztán mégse hozott semmit a konyhára. Miért meséled ezt el nekem? Mert te még viheted valamire. Én már nem vagyok jó semmire. De rengeteg tapasztalatom van.
arra gondoltam, te még hasznukat vehetnéd. Ha végigmész az úton, a patak mentén, állott egy ház. Én mondom neked, igazi aranybánya. És 4 napja semmi mozgás. Redőnyök leengedve, a lakók elutaztak.
Tessék. Ismered? Úgy ajánlották. Mégis ki? Ne haragudj, hogy megkérdezem, de túl nagy a kockázat. Tudom, tudom, de megbízható helyről ajánlották. Remélem pontos. Azt hiszem ez ő. Kinézek. Az urat... Semmi név. Megállapodtunk. Jó, ahogy óhajtja. Nos, ő a mi emberünk. Jó estét. Ne aggódjon, nyugodtan beszélhetünk. Az úr fog fizetni. Rendben van. Rátérhetnénk a tárgyra? Igen, tessék. Tehát, az illető holnap az 1 óra 30-as frankfurti vonattal jön. Én fogok érte menni. Csak engem ismer. Mert így kívánja a közös érdekünk. Nagyon bizonytalan, gyorsan le akarja tudni az üzletet. Idős ember, kiszámíthatatlanok a reakciói. Így is érdekli a dolog? Igen. Egy hotelben foglaltam szobát. Legjobb lenne, ha ott történne. Röviddel 3 óra előtt. 3-kor van találkozunk. Mi a véleménye? A hotel nem túl jó, de azért meg lehet oldani. Mit kell elhoznom? Van nála egy mappa, tele papírokkal. Azokra van szükségünk, semmi másra. Nem szükséges pontosan tudnia, milyen papírok azok. Érti? Hogyne. Nem maradhat életben. De vigyázzon arra, hogy az illetőnek ne legyen alkalma beszélni senkivel. A lényeget tehát tudja. Most te jössz. Milyen magas a férfi, és hozzávetőleg hány kiló? 70-71 kiló. A neve? Dr. Zébach. Hány éves? Hogy hány éves? Körülbelül. 65 lehet. A hotel neve és a szobaszám? Időben megtudja. Mi a véleményed? Nem tudom. Kirázott a hideg. Na és? Ez csak mellette szól. Elvégzi a piszkos munkát. 50 000-ért megkapjuk a papírokat 2 millió helyett. És ez a fontos. Nem tudom, van ennél jobb üzlet. Visszajöttél? Na? Szép a ház? Mondjak valamit? Nem kérek az ilyen jó tanácsokból. Miért vagy ilyen ideges? Egyáltalán nem vagyok az. Dehogy nem. Na és akkor mi van? Így tartja a kedvem. Értjük egymást? És most tűnés. Lefekszem. Thank you.
Mindent megbeszéltünk. Nagyon fontos, hogy ne lássanak minket együtt. Mondtam már, hogy megértem. Ez azt jelenti, hogy külön szállunk le. Jó, apa. Az a legfontosabb, hogy véletlenül sem mondhassák, hogy bármi közöd van az ügyhöz. Tudom, apa. Fogok egy taxit, elmegyek a hotelba, és ha végeztél, találkozunk nálad, jó? Köszönöm. 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 Érezze jól magát nálunk. Halló? Egyedül vagy? Beszélhetek? Marian, kértelek, hogy ne hívj fel. Igen, tudom. Bocsáss meg, de... olyan rossz érzésem támadt. Minden rendben volt? Persze. Találkoztál vele? Igen, minden rendben. Menni fog. Ez egy rendkívüli ember. Akkor marad a 3 óra. Igen. Van még valami? Ez minden. Akkor viszlát nálad. Mit csinál itt? Hogy mit csinálok? Igen, mit áldogál itt? Hát így tartja a kedvem. Maga mindig tudja, hogy miért áll ott, ahol áll. Elárulná végre, hogy mit akar itt? Zibach professzort keresem. Zibach professzort? Megkérdezte, mit akarok, hát megmondtam. Mikor érkezett? A 1:30-es frankfurti vonattal. Mit akar Zibach professzortól? Jó kérdés, mit akarok? Azt kérdeztem, mit akar a professzortól? Hogy mit akarok? Csak beszélni szeretnék vele. Ott hátul felhívhatja a 320-as számon. Igen, tessék. Szobaszervíz. Nem rendeltem semmit.
Na mi van? Kiszáll vagy bent marad? Kiszállok. Kérem, bocsásson meg, de oda benn nem tudok beszélni. Harry, kérlek, nyittass ki nekünk egy másik szobát, jó? Jó. Történt valami? Fogalmam sincs. Kérdezze a rendőröket. Gyilkosság? Miért pont gyilkosság? Miért? Mert ez valahogy logikus. Mi a logikus? Ahol zsarukot hullák. Ez természetes. Legalábbis szerintem. Na húzz előre! Egy valamit nem értek. Együtt utaztak az apjával a vonaton, és azután két különböző hotelben szálltak meg. Kérem, már mondtam. Az apám egy üzleti megbeszélésre készült. Ezért aztán felajánlottam. Intézze csak az ügyeit, én nem akarom zavarni. Jó, de miért ment másik hotelbe? Hát, ez a kérdés még magyarázatra szorul. De hát éppen most mondtam el. Az egész ügy nagyon bizalmas volt, egy komoly tárgyalás. Úgy gondoltam, hogy talán az lesz a legjobb, ha teljesen egyedül hagyom. Istenem, hát olyan nehéz ezt megérteni. Kivel találkozott az édesapja? Nem tudom. Soha nem beszélt üzleti ügyekről. És mivel foglalkozott? Fizikus volt. Egy kutatási részleget vezetett Frankfurtban. Hogy kivel találkozott azt? Azt igazán nem tudom. Tényleg, higgy el, fogalmam sincs. Zavarhatlak benneteket? Ez az úr valami fontos dolgot szeretne mondani nektek. Van tüze? Magának nincs. Már kérdezni sem szabad. Tehát mindenáron a professzorral akart beszélni. Igen. Megkérdeztem tőle miért, de nem árulta el. Én megmondtam, hol találja. Le tudná írni a fickót? Hát egy világos kék farmer, edzőcipő, és egy olyan szürkészöld Jackie volt rajta. Igen, és nagyon rövid haja volt. Még valami. Azt mondta, hogy Zibach professzor a frankfurti vonattal jött. 1:30. Ezzel a vonattal jöttek? 1:30? Igen. És ez a fiatal ember, akit az úr említett, egyáltalán nem ismerős? Nem. Hé! Hey! Ma még nem is láttalak. Mit tál? Azt mondtam, hogy ma még nem is láttalak. Na és? Dolgom volt. Mi olyan különösebben? Szerintem semmi. Tudod jól, hogy nem az a típus vagyok, aki egész nap a seggény. Mászkáltam. Tudod, hogy nézel ki? Pont úgy, mintha lebuktál volna valahol. Mondja, miért hivatott ide ilyen későn? Tulajdonképpen két okból. Először is nem akartam, hogy egyedül legyen ma este. Ezen kívül? Nos, igen, én azt gondoltam, talán majd most elmondja, amit eddig elhallgatott.
hallgattam. Igen, ebben biztos vagyok. Önnek is jobb lenne, ha segítene. Hogyan? Ha elmondaná az igazságot. Asszonyom, ön titkol előlem valamit. Tudja, kinek használ ezzel? A gyilkosnak. Nem tudom megérteni, miért jó ez önnek. Igaza van. Egyfolytában ezen gondolkodom. És nem a gyilkost akarom védeni, hanem az apámat. Az apám kutatási eredményeket akart eladni. A sajátjait, érti? Sok-sok év kitartó munkájának eredményeit. Szóval el akarta adni? Igen, a saját szakállára. Amit persze a szerződésen nem tett lehetővé. Az intézet alkalmazottjaként olyan fizetést kapott, ami egyáltalán nem állt arányban a tehetségével. De nem a pénz miatt tette. Függetlenné akart válni, hogy saját kutatását finanszírozza, ami rajta kívül senki másnak nem volt fontos. Mert nem kecsegtetett haszonnal. Hisz ön is tudja, senki nem ad pénzt olyasmire, ami nem hoz profitot. És kinek akarta eladni a kutatási eredményeit? Ez az, amit nem tudok. Erről soha nem beszélt. Azt mondta, te maradj ki ebből, ez az én dolgom. Mert ha esetleg történne valami, a felelősség az enyém. Egyet az enyém. Elkérhetem? Persze, ha kifizeted, 70 fenig. Csak belenéznék egy pillanatra. Ide figyelj, ez nem kölcsönkönyvtár, nem tűnt fel? Ne aggódj már, nem fogok kilopni belőle egyetlen betűt sem, jó? Rólad írnak? Miket beszélsz? Kinyírtak valakit a hotel szobájában. Én nem vagyok gyilkos. Egy Zibak nevű frankfurti professzor a lányával együtt... Hogy a lányával? Tőlem kérdezed? Miért kérdezném tőled? Azt olvasom, ami itt van. Zibak professzor Frankfurtból érkezett a lányával együtt. Mi ebben a furcsa? Furcsa? Nincs benne semmi furcsa. De a nő nem ott szállt meg, ahol az apja. És amikor elment az apjához, az már nem ért. Kösz! Na, így kevesebbet ér? Hol van most? A szállodában. Szeretnék mondani valamit, talán fontos lehet. Én itt voltam a hallban, és feltűnt nekem egy fiatalember. Edzőcipő, farmer... Itt Derek. Hol van most a fiú? A hallban? Nem, kint az utcán. Már egy ideje ott üldögél a bicikléjén. Innét szemmel tudom tartani. Már is indulunk. Ott van. Rendőrség, igazolja magát, kérem. Mégis minek? Hát csak tudni akarjuk, hogy ki maga. Nincsenek itt a papírjaim. Már a biciklihez is jogsik kell. Álljon oda, kezeket a falra, terpeszállás. Mi ez az egész? Jó, forduljon meg. Ítse ki a zsebeit. Megmondaná mégis, mit keres? Azt is. Jöjjön velünk a szállodába. Na, mégis miért? Induljon. Megmondanák végre, mit követtem el? Legalább azt mondják meg, mit csináltam.
Jöjjön. Ezt a férfit keresik? Miért? Hát kit keresnek? Azt a férfit, aki tegnap egy szállodában érdeklődött Zibach professzor felől. Meglepődött? Még jó. Ki ez a Zibach professzor? Egyáltalán mi közön van nekem ehhez az egészhez? Nem ismerem. Sajnálom. Igen. Igen, ez az ember kereste tegnap 3 körül Zibach urat, aki 1:30-kor a frankfurti gyorssal érkezett. Megkérdeztem, mit akar Zibach úrtól, de nem árulta el. Aztán megadtam a szobaszámot, hogy felhívhassa. Nos, végül is felhívta Zibach professzort. Hogy magam miket hordít össze, felhívtam. Még hogy felhívtam. Hát, tudja mit, én mostantól nem mondok semmit. És az, hogy nem beszélek, egyáltalán nem jelent semmit. De legkevésbé azt, amit gondol. Szóval mostantól adásszünet. Jöjjön velem. Tessék. Üljön le. Jöjjön velem. Van egy szád cigije? Igen. Tessék. Kösz. És tüze? Ő gyilkolta meg az apámat? Nem valószínű. De hát akkor honnét tudta, hogy 1:30-kor érkezik? Ráadásul a frankfurti vonattal. Hogy melyik hotelben száll meg, és érdeklődött a szobaszáma után. Evett ma már valamit? Hogy ettem-e? Meg akar hívni ebédre? Na jó, elfogadom. Napok óta nem jutottam rendes kajához. De ha azt hiszi, hogy beszélni fogok, téved. Értse meg, nem tudok segíteni. Ma borsófőzelék van véslivel. Szereti a borsófőzeléket? Persze, megeszek én mindent. Akkor 2 borsófőzeléket. Köszönöm. Kéred sört? Miért is ne? De komolyan mondom, ne fárassza magát, velem nem jut semmire. 2 sört kérek. Üljön ki ide. Így. És most jól figyeljen arra, amit mondok. Pontosan tudjuk, miféle szerzett. Alfred Cohen. Alinak szólítják, igaz? 2 volt büntetve zsebtolvajlás miatt. Vagyis maga egy piti kis tolvaj. Úgy. Piti tolvaj. Szóval tudja. Igen, így van. Ellenben a gyilkossághoz nincs semmi köze. Egy magafajta kisstíli bűnözőnek ez túlságosan nagy falat lenne. A tét 2 millió. Ezt meg hogy értsem? Akkor el is mehetek? Vagy mégsem? Nem. Csak akkor fogom elengedni, ha elmeséli, honnan ismeri Zibach professzort, és honnan tudta olyan pontosan, melyik vonattal érkezik, és melyik hotelban száll meg? Hát, azt úgy hallottam. Valahol. Véletlenül. Mégis hol? Mégis hol, mégis hol. Mondtam már, valahol. Rendben. Mit hallott? Benne vagyok nyakig, ugye? Nem, a feje búbjáig. Higgy el, semmi közöm az ügyhöz. Véletlenül kihallgattam 3 férfit. Azt hitték, teljesen egyedül vannak. Én pedig megjegyeztem mindent a
Zibach professzor nevet, és hogy mikor, melyik vonattal jön, és melyik hotelben száll meg. Bérgyilkost fogadtak, hogy ölje meg. És a táskáját, vagyis az iratokat hozza el. Ez minden, amit tudok. Na igen. Mi az? Csak nem hiszi, hogy kitaláltam az egészet. Ehetek végre? Egy utolsó kérdés. Miért ment a szállodába? Hogy miért? Az előbb meséltem el, mit hallottam. Hogy meg fogják ölni. 3-kor. Eleinte még azt gondoltam, semmi közöm az egészhez. Úgy, hogy a városban bicikliztem, ahogy szokás szerint minden délelőtt. De nem ment ki a fejemből, hogy délután meg fogják ölni azt az embert. Oda mentem, érdeklődtem Zibach professzor után, végül felhívtam. De már nem vette fel. Jól van, fiam. Most már ehetsz, ihatsz. Hiszel neki? Igen. Igen, hiszek. De hát akkor miért várt rám? Megmondta, hogy mit akar tőlem? Nem igazán. De ez a fiú nem tud világosan beszélni. De miért nem? Mert hiányzik ez a képessége. Egyszerűen nincs tisztában a tetteivel. Nem tudja, mikor csinál valamit helyesen, és mikor követel hibát. De figyelmeztetni akarta az apját, ez biztos. És azután talán önt is, mert... Na igen. Mert valami köze van ehhez az ügyhöz. És önhöz is. De nem megyünk semmire, ha nem mondja el, hogy hol és kitől hallotta. Majd kiszedjük belőle. Most már mehetek, ugye? Elviszem. Itt volnánk. Hát, akkor én megyek. Mit akar? Mit akar még hallani? Tudod te azt jól. Igen, de... ha én most beszélek, akkor magamat is alaposan belekeverem. Figyelj ide, meg akartál menteni egy embert, akit még csak nem is ismertél. Na és? Minden bíró, minden ügyész a javadra írná ezt. Ebben egész biztos vagyok. Ugyan már. Szerintem meg a nyakamba varnák ezt az egész ügyet. Lecsuknának. Na, mondd már el. Itt jöttem fel. Aztán megkerültem a házat, és bemásztam egy nyitott pinceablakon. Aztán felmentem egy lépcsőn, ami olyan fura átlátszó volt. Aztán bementem a nappaliba, ahol egy olyan izé volt, galéria. Meglátja, nem hazudok. Tessék, ki az? Bűnügyi rendőrség. Bűnügyi rendőrség? Mi történt? Kérem... kinyitná az ajtót? Igen, hogyne, persze. Jó napot. Bemehetünk, asszonyom? Tessék. Köszönöm. Egy bűnügyben folytatok nyomozást, és pár kérdést tennék fel. Bűnügyben? Gyilkosság. Hogyan? Gyilkosság? Kérem, fáradjanak beljebb. Köszönjük. Hívom a férjemet. Ez az a ház? Igen. Ott googoltam, és kivert a veríték. Aha. A nevem Freeze.
Derrick. Jól hallom, bűnügyi rendőrség? Meg valami gyilkosság? Igen. Nos, miben segíthetek? Nem akarnak leülni? Köszönöm, de nem fogom sokáig feltartani önöket. Ön a ház tulajdonosa? Igen. Mióta? 10 éve. Egyedül lakik itt? A nejemmel. De önökön kívül nincs más lakó. Úgy értem, nincs másnak kulcsa a házhoz. Nincs. És az ön tudomása szerint? Rajtunk kívül. Szóval nincs másnak kulcsa. Megtudhatnám, mit jelentenek ezek a kérdések? Hol voltak pénteken este? Úgy 11 óra körül. Ez most kihallgatás? Igen, kérdéseket teszek fel önnek, meg a feleségének. Csak tegnap érkeztünk vissza egy utazásról. Brüsszelből. Néha dolgom akadott, és most velem tartott a feleségem is. Miért olyan fontos ez? Péntek este 3 férfi ebben a szobában tervelt ki egy gyilkosságot, amit tegnap előtt el is követtek. Az áldozat Zibach professzor. Mond önöknek ez a név valamit? Abszolút semmit. Nem hiszek a fülemnek. Azt állítja, hogy a házamban idegenek jártak, és ráadásul egy bűntényt készítettek elő. Igen, igen. Ketten jól kiismerték magukat, úgy viselkedtek, mintha otthon lennének, és egy harmadikra vártak. Megkérdezhetem, felügyelő úr, hogy honnét származnak az információi? Nos. Ki ez az ember? Hát jó, akkor elmondom. Én láttam mindent. Láttam és hallottam odafentről. Azt is megmondom, hogy hol jöttem be. A nyitott pinceablakon. Egy betörő? Egy közönséges bűnöző állítja az egészet? Igen, ez a betörő mondta el nekünk, mi történt. És ön elhiszi? Nem, hanem kivizsgálom. Biztosíthatom önt. Pénteken mind a ketten Brüsszelben voltunk. És a ház kulcsait magunkkal vittük. Ez egészen biztos. A világon senki se járhatott itt. A fickó hazudik. Ha egyáltalán járt a házban. Ön szerint járt itt? Igen, szerintem járt itt. Mivel előzőleg igen pontosan leírta a házat és ezt a szobát is. Akkor feljelentem ezt az embert betörés miatt. Megindítja az eljárást? Ez a kötelességem, de talán meggondolja magát, hisz nem hiányzik semmi. Ugye nem hisz nekem? Mondja meg világosan most, hisz nekem vagy nem? Maga azt hiszi, hogy hazudok. Pedig nem hazudok. Jó, néha kitalálok dolgokat, én sok sztorit beadtam már embereknek, de nem ilyeneket. Nyugodj meg, én hiszek neked. De ugye ez nem átverés? Nem, nem. Tudja, megszoktam, hogy átverem az embereket, meg hogy ők is átvernek. Komolyan mondja, hogy hisz nekem? Igen. Te ugyanis egy ilyen történetet soha nem tudnál kitalálni. Ugye? Senki sem tudna. Én biztos nem. Nincsen hozzá elég eszem. Na és, hogyan tovább? Most utána fogok nézni ennek a házaspárnak, Frizéknek. Jó, erre iszom egyet. Ali, most az előbb. Ki volt az, akivel beszéltél? Hát ez szenzációs. Gratulálok, jó szimatod van. Na, leesett? A pasi bűnügyi nyomozó. Ugratsz? Nem. És most kopja. Hát nincs új fejlemény. A ház egy bizonyos Fries házaspár tulajdonában van. Nemrég jöttek vissza külföldről. Mond önnek ez a név valamit? Az égvilágon semmit. A férfi valami mezőgazdász. Friesék azt állítják, egyedül nekik van kulcsuk a házhoz. És az a fiatal ember, az a zsebtolvaj, csak úgy kitalálta az egészet? Nem, biztos, hogy igazat mondott. Jó, majd jelentkezünk. Viszont hallásra.
Itt a brüsszeli jelentés. A szálloda és a légitársaság megerősíti a Fries házas pár alibiét. Igen, tessék. Itt Friesné beszél. Gondolkoztunk a dolgon, de egyszerűen nem hunyhatunk szemet a történtek felett. Mégis mire gondol? Hát a betörésre. Feljelentést teszünk. Úgyhogy szükségünk van a fiatalember nevére. Tud ember segíteni? A neve... A fiút Alfred Cohennek hívják. De hát nem lopott el önöktől semmit. Ennek egyáltalán nincs jelentősége. Nem értem, miért nem vették rögtön őrizetbe? Hát nem volt rá semmi okunk. Van egyáltalán állandó lakhelye? Hol lakik? Sátorban lakik, a Thalkircheni kempingben. De hát nem tartanak attól, hogy elmenekül? Nem tartunk. Köszönöm. Telefonáltál? Nem. Egyfolytában az jár a fejemben, miért nem mondtuk meg az igazat? Az igazat kinek? Hát a rendőröknek, amikor megkérdezték, van-e még valakinek kulcsa a házhoz. Hiszen van még valakinek kulcsa a házunkhoz. A bátyádnak. Oh. A bátyád kedve szerint jöhet-mehet a házba. Megőrültél? Kapcsolatba akarod hozni a bátyámat ezzel az ügyjel? Nem, hogy gondolod? Bocsáss meg. Jó, hogy jössz. Megvannak az első információk Friesékről. A férfi genetikus, a mezőgazdaságban dolgozik. Priusza nincs, tegnap érkeztek vissza Brüsszelből. A férj kitűnő hírnévnek örvend. Jó estét. Jó estét. A portás mondta, hogy itt hátul megtalálom. Megtudtam, hogy milyen szerepet játszott ebben az egész ügyben, és hogy segíteni akart az apámnak. Szóval tud róla? Igen. Szeretném megköszönni, amit tett. Na, ugyan már. Meghívhatom egy pohár italra? Egy italra? Nincs ellene kifogásom. Hova megyünk? Odakint vár a taxi. Rendben. Csak szólok a barátomnak. Na, mit szólsz hozzá? Ki ez a szőkenő? Ne izgulj. Csak meghívott egy italra. Bolond. Ő az. Itt most szállt be a taxiba. Szerintem ne áltassuk magunkat. Ezt nem érdemlem meg. Tudja jól miért. Nem tudom. Szeretném, ha elmondaná, hogy történt. Szerintem elszúrtam. A vonat 1:30-kor futott be. Csak kíváncsiságból mentem ki az állomásra. Tudni akartam, történik-e valami, vagy vaklár ma az egész. És amikor megláttam az egyik pasit, megrémültem. Úristen, ezek komolyan gondolják. Mit csináljak? Ki kell találnom valamit. Még volt másfél órám. Sokáig csak lődörögtem. Végül aztán... 3-kor bementem a hotelbe. De már elkéstem. Nem vette fel a telefont. Pedig megmenthettem volna. Jó éjszakát, Willi. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Egyébként Friesné telefonát fel akarja jelenteni Alit betörés miatt. Azt kérdezte, hogy letartóztattuk-e meg, hogy van-e állandó lakhelye. A lakhelye felől érdeklődött? Igen. És megmondtad neki, hogy a Thalkircheni kempingben lakik? Igen, és mondtam neki, hogy nem fog meglógni. Azt hiszem, még nem ért véget a nap.
Hogy hívják? Igen, értem már. Hát, ha annyira fontos, bemondhatom. Bár ilyen későn nem szívesen teszem. Rendkívül fontos. Jó. Bemondja. Hát, erre gondolnom kellett volna. Nekem is. Alfred Cohen urat sürgősen telefonhoz hívják. Megismétlem. Alfred Cohen urat sürgősen telefonhoz hívják. Halló? Igen? Sajnálom, nem jelentkezik. Mit csináljunk? Tedd le, oda megyünk. Köszönöm. Hát szerintem szép este volt. Tényleg jól éreztem magam. És maga? Én is. Szép álmokat kívánok. Jó ét. Jó ét. Ébren vagy? Hát te meg hol csavarogsz? Gyere, meghívlak egy sörre. Amíg oda voltál, bemondták a neved. Azt hiszem telefonon kerestek. Telefonon? Hogy telefonon? Mit tudom én? A portást kérdezd. Biztos tudja, hogy ki keresett. De nekem nem szoktak telefonálni. Jó éjszakát. Aludj jól. Mi van? Jó estét. Alfred Cohen vagyok, és állítólag a hangos bemondón kerestek valami telefon miatt. Igen, de nem jelentkezett. Jól van, na elnézést. Össze-vissza kerestünk. Hol voltál? Hallottam már, hogy kerestek. Csak borozgattunk a... Az ívaklánnyal? Tök jó volt. Történt valami? Jobbnak látjuk, ha ezután nem itt alszol, úgyhogy hozd a fogkeféret meg a szükséges holmit. Ma már máshol alszol. De mit jelentsen ez? Tedd, amit mondok. Azonnal velünk jössz. Jó, de előbb mondják meg, hogy miért. Lehet, hogy életveszélyben van, érti? Rendben, akkor fogkefe meg minden. Egy perc és jövök. Menj utána. Rendőrség, kifelé! Gyerünk, álljon fel! Álljon fel és forduljon meg! Azt hittem, nekem már befellegzett. Ez az a pasi. Ő a gyilkos. Írta Herbert Reineker, magyar hangok. Szabó Ottó,
Gálvölgyi János, Kajtár Róbert, Holnándor, Fehér Anna, Dengyel Iván, Starenki Pál, Pataki Imre, Tolnai Miklós, Virághalmi Judit, Bozsó Péter. Zene Frank Duval. Fényképezte Franz Ederle. Magyar szöveg Heim Edina. Hangmérnök Levacsics Péter. Vágó Fényi Márta. Gyártásvezető Kun Márta. Szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Welcome Kft. Megbízásából a Liget stúdióban készült. Rendezte Helmut Eschlein.